Sziasztok, üdvözlök uram mindenkit a mai videóba, és igen, jelentkezettetek egyébként sokkal régenből, vagyis régénből, románjánkat. Na mindegy. Tehát igen, mit vagyunk újra régenből, ugye egyszer már volt egy ilyen videó, jól emlékeztettek. Tehát a régebbi időszakban például, egy éve ez ott azt hiszem, vagy egy évvel, hát mindegy. Volt itt egy ilyen videó, ugye a szovátai részek előtt, azt hiszem. Most mondtam, újra fogom venni az egészet, és hát amikor ugye ki fog menni, az törölni fog automatikusan. És be fogom nektek úgy mutatni most régen, tehát nagyon fontos a főtérről kezdjük, hiszen nem fogok nagyon messzi utcába lemenni, mert nem látom nagy értelmét nektek. Ezért kb. A főközpontra fogunk foglalkozni, nem tudom, egy vagy két videóval, de úgy gondolom, hogy ez a videó tegek kicsit a központról fog szólni, és be fogom nektek mutatni a úgymond nagyobb épületeit régennek, erről fog szólni ez a rész. És a másik rész az még hihetetlen, miről szól pontosan, mert nem tudok információt róla még, én sem, mit akarok, mert én sem döntöm még el. Mindegy, pár épületet meg fogunk nézni, most egy iskamert fogok elmenni, arról is egy pár vágókép fog születni, és majd ott beszélek róla valamennyi. Emberek, Alexandr Jessian iskolát láthattátok, általános iskolában van szó. Ami egyébként érdekes, hogy 8 osztályig van benne oktatás. És hát, mit áll a főtéren is közel van. Ugye azt kérdezik Szászrégenről, hogy két iskolája van. Ugye van ez, meg van egy gimnázium, meg még egy gimnázium, azt hiszem, vagyis több, mint kettő. És vannak szakiskolák. Ugye ezt tudjátok elségről. Ugye a lent iskolát nem tudom, hogy ez lent van, de ez tudtam nektek kb. Képekről, és akkor most olyan pár szerintem, ami itt van általamban, azt van nektek be. És ilyen megkérdésük a parkban, és hát, na, tudom, hogy egy nagyon jó kis park, ugye itt nem most először jelentem során, ugye nagyon sokszor voltam itt, de nekem mind tetszik. Nagyon családbarát az egész, tehát a kisgyerekként biztos társzalkozás magának, az 100%-os. Van itt csúszda, másik csúszda, inta, meg minden, tehát mondjam, ugye az, amikor én voltam még itt régebben, akkor más csúszdák mások voltak, de pálnat a régen, amit én is megéltem itt. Tehát hát én beszkedő, hogy azok, hogy van, akik még szobok, amik ugye általában nagymeres emberkről ábráznak, román emberkékről, akikről nem tudok semmit és nem is mondok semmit. Nyelvítés biztos itt van köztük valahol 100%, szerintem. Na, tehát igen, és itt a központban mások maga a polgármesteri hivatal is, amit ti már láthatok pár vágóképről, ahol nagyon sokat nem beszélnék, hiszen alastoktan sokat, de az itt a park mellett fix. Tehát elmélet téveszteni a polgármesteri hivatal se ott se. Egyébként. Plusz, hogy a központ kb-szket tartalmazhoz egy pár múzeumi zárt, meg üzletek, amikor nagyon nem tek ki, de itt elég van, te higgyétek el. Jó sok kis üzlet fut végig. A lényegében is pár utcába is befut egy üzlet még. Tehát ez a már kb. A központ, most egy másik részén maga a templom lesz majd, amire nagyon is kíváncsi vagyok. Ugye azt ott nagyon sokat ritkán mentem, azt mondom, hogy nagyon plusz egyet, amit esetleg később, vagy nem meglátjuk, hogy jutok el. Még egy templomhoz még el akarok jutni. Tehát egy vagy két templom biztos még folytatásra bekerül. We'll be right back.
emberek, ezek is voltak a templomok, amit ti már láttatok. Ugye két templomot voltam benned, ami egyébként közel van a főtérhez valószínűség szerint. Ugye ez a evangélikus templom, ahol jelenleg is szinte tartózkodok mellette. Meg ugye van még egy templom, ugye ez a ortodox templom a park melletti részen volt, ugye? Tehát lényem ez a két templom volt, ugye nagyon törökkor nem tudok semmit, evangélikusok főleg nem, de egyébként látványilag nekem evangélikus sokkal jobban tetszik, mint ortodox templom. Ezt értsétek meg kell egyszerűen, tényleg szép látványilag az a templom. És így nem messze van a főtértől, tehát bárki megnézheti, aki akarja. Hát lényegében igen. Nem tudom mikor így, vagy mikor, ez nem is nagyon megyek bele. Hát ugye ez volt ez a régi videó, nem nagyon tetszett nektek ez összegzés, és egyébként aki nagyon kíváncsi a templom témára, még van több lent. Tehát van egy református, katolikus, meg stb. Van még templomunk, tehát nem kell itt aggódni, hogy templom milyenben lenne régen. Csak ezekre is adottam be. Tehát ez nagyon szépen szükségült megnéztétek, remélem, hogy aki lehet az kíváncsi helyszínre, de aki sajnálta nektek kicsit régen, persze ami fontosabb része. És plusz az, hogy közel van Vásárhelyhez is. Igen, az egy jó városközpont, amiről nem lesz bemutató. De alapvetően igen, erről szó, van szó. Na mindegy, akkor következőbbről találkozom, nem tudom, hogy fog összejönni, de mindenképpen egy más volt, tehát minden beszédes. Lehet az a nem fog megjelenni benne, olyasmi lesz, meg lássuk mi lesz. Ugye az ország egy rendezvény köré fog majd dolgosulni, tehát nem össze-vissza képek lesznek, hanem egy rendezvényt fogok látni majd a fő központba. Na mindegy, akkor most azonnal találkozunk.